2012. június 16-án, egy szombati napon az NB3-as bajnokság 2011-12 évi küzdelem sorozatának a végéhez érkeztünk, és a zárófordulóitt a Bicskei stadionban kerül megrendezésre a Bicskei TC Sári Sápi Tost NB3-as csapatainak a mérkőzése. Együttesünk, és már mondom is, kék sárga csikózású felsőben játszik, tiszta fehérben pedig a Sári Sáp együttese. Együttesünk összeállítása Kosztánik, Varga, Gál, Gulyás, Megyesi, Horváth, Magyar, Magyar Szentjobbi, Kőbányai, Szőke és Olá Kálmán kezdő 11-en léptünk a pályára. Cserejátékosaink Miklós Balázs, Ratimonszki József, Maltári Zoltán, Kovács Robert, Szvacinge Gábor, Suppe Viktor és Bajor Balázs. Nokér a csapat vezetőedző P. Nagy László. Itt egy nagy labda. Ajaj, ajaj, bizonyám, hogy nagy labda. Nál még Bozsik, nála Laszti, ki teszi a labdát jobbra. Azt a mindenit. Hát igen, most nézem, hogy ki volt, mi Gergő volt. És akkor ott maradnak elő csatártársaink, nincs lesz, sajnos menni kell. És egy nagy védés Kosztánik Miklós részéről, fantasztikusan jól védte Szabó Rihárd lövését. Egy nagy kereszt ide, jobbra, Horvátnak, gyerünk, Zoli egy jó labdátvétele, ajaj, már pedig szabálytalankodik. Sütette ki oda jobbra. És kerül be a labda. Ajajajajajajajajaj. Fantasztikus. Azt a mindegy. Szabó Ricsi. Ricsi 3 méterről fölérült. Jeleskedik ott az élbolyban. Közben Szőke. Még Szőke ellen szabálytalankodnak. De játékvezető sípja néma marad. Megyesi. Oda. És a kapus remekül védte a jobb alsó sarokba tartó lövést. Azt a mindenit. Gyerünk Szőke. Szentjobbi lő. És... azt a mindenit, bődületes erővel találta el Szentjobbi a labdát, de hát igen, csak sajnos mellé szállt lövése. Jöttek le a fiúk a pályáról, na Szőke, lövését blokkolják, egyszerűen föl a magasba, egy jó labdalövő, de hát nem, Megyesítő nem sikerült levenni tisztán a labdát, és egy nagy lövés, és egy nagy jó. Hát ez igen, beakadt. Szabó Ricsi volt a gólszerző. Vezetnek 1-0 arányba, hát remélem, hogy jobb folytatás lesz a másik időben. De nagy a helyezkedés, csavarodik a labda, jól csavarodik, ott áj, Gulyás fejesébe ért bele egy védő, hát azért ment kapu fölé, Szentjobbi. És magyar vissza, ott a labda, Gál, feje fölött átszáll, és ott a lövés, és nem tudjuk berúgni, Varga Zsolt sem, Gál Tomi sem. Keményen Megyesi volt az, aki belőtte, és lövése keresztben elszállt Gál Tomi és Szőke Roland előtt is. Gulyás is ott van. Na nézzük, érkezik valaki? Ott van, és már mit mutat a partjáző? Labda, gyerünk Kálmán, vegyük át. Gólhelyzetbe is kerülhettél volna egy jó átvétele. Ott az icer, és ebben az icer helyzetben, ha jól látom, Szentjobbi volt az a... És egy nagy kereszt, bizonyám, hogy nagy kereszt mehet is. Gyerünk Kálmán, gyerünk Kálmán, gyerünk, lőjük be, egy cser, és... Áj! Megyesítő kapta, és nagyon jó labda, gyerünk Szalcingi, de már lesen, igen, lesen. A partjelző lengetett időben, tehát egyből már labda átvételkor jelzett a partjelző. Ott Varga Zsolt, Kőbányai Ricsi, áj, de kicsit hosszú, gyerünk Ricsi, gyerünk. Megint szabálytalankodnak. Ricsivel nem lehet csak szabálytalankodni, mert ha ő fölgyorsul, akkor nincs az a védő, nincs az Isten, aki megfogja őt. Bizony, hogy jön a kontra. Láthatom, ha jönni kell Mikinek, így is van. Miki remekül védte ezt a egy kicsit mélységébe előre haladó labdát. Magyar, balalábas vagy, hát lőjük már meg! Nincs lesz, gyerünk, ott van még, ott van gólhelyzet, rúgjuk már, és ott a gól! Alá Kálmán meg
megszerzi csapatunk vezető gólját. Olá! Addig settenkedett ott a kapu előterében, míg gólt szerzett. 40. perc a másik fél idő, 5 perc van hátra, kérem, és megvan az áhított vezetés, ott van a csapat a B középnél, mert nagyon veszélyesek ezek a sárisápiak, hiszen pontosan adogatnak, mi pedig köztudottan a védelmünk nagyon-nagyon gyenge, és egy nagy bravúr Kosztárik Miklós részéről, ott pedig Simon tör befelé, ott nincs, megy tovább, és megadja, hát ilyen nincsen, hát ez nem létezik. Simon Viktor kiharcol, Megyesi mellett mennek el, Megyesi ott hagyja a lábát, Simon elesik, és magas értet megy, hogy elvégezze a büntetőrugást. Hát ez a Demeter, ez kegyetlen velünk szemben, hiszen hajthatatlan. Simon Viktor magas értet szaladt oda a labdához, hogy elvégezze a büntetőrugást. Nézzük Simon Viktor. Simon. És oda fölvárja, hát sajnos fölvárta a labdát a bal felső sarokba Simon Viktor, és ezzel a góllal kiegyenlítenek a vendégek. Perc van, gyerünk most már, Megyes is előre, megy Kőbánya Ricsi, megy a bal oldalon, és Laci beteszi, na nézzük még, és Szalcinga lövése elakad, kicsit megszakad, és egy jól vanás, jön is be, na ott van még, Matlári helyez, és... Matlári lábában volt a vezető gólunk. 44. perc, 45. már. Varga Zsolt, remekül hozza a játékos társit is. Ott van, gyerünk Kálmán, gyerünk! Ott a gólhelyzet, és mellé! Ordító gólhelyzet! Mi kell még? Összméregünk 7 győzelem, 7 döntetlen, 16 vereség, 33-51-es a gólkülönbségünk, és 28 szerzett ponttal zárt. Látják a Sári Sáptask vezető edzőjét. Peti, hát gratulálok a döntetlenhez, de te hogyan értékeled a mérkőzést? Hát azt gondolom, hogy az első félidőben fölénybe játszottunk, akkor, hogyha lejátsszuk a lehetőségeinket, akkor egy megnyugtató előnnyel mehettünk volna szünetre. Nagyon jól kezdtétek a második félidőt, hamar jött az egyenlítés, az megfogott minket, akkor inkább nektek voltak sanszaitok. Tehát a második félidő az már egy sokkal nyitottabb szakasza volt a mérkőzésnek. Én azt láttam, azt éreztem, hogy az a csapat nyer, amelyik ebből a hibákkal teli hullámzásból jobban jön ki, több lehetőséget kihasznál. Hát végül is mindegyikünk egyet-egyet használt ki, így lett döntetlen. Hát két aspektusból lehet ezt nézni. Egyrészt nyilván vitathatatlan, hogy ha leszűkítjük a mezőnyt, akkor nyilván a minőség emelkedni fog. Tehát ehhez vita sem fér, és kétség sem fér, hogy biztos, hogy az NB3-nak a színvonala. Kedves nézők, Pénagy Lászlót látják, nem véletlen ilyen szomorú arccal, hiszen ellenfelénk elég rossz eredményt értek el a mi szempontunkból. Mi ez a új hír, amivel szolgálhatsz a tévénézőknek? A harmadik kerület Diósnyi rúgta a 93. percben a győztes gólját, nekünk már 10 perc vége a meccsnek, egyszerűen nem is értem, hogy meddig játszottak, ott volt a fiam, nézte a meccset. 2-2 volt utolsó percig, és a kerület a semmibe rúgott egy gólt megint, tehát ez számomra hihetetlen, hogy ezeket a csapatok hogy megtartottak az utolsó 2-3 fordulóra. Nem értem, szóval sok mindent értek, ezt a szerdai játékot a Budafoknál, meg hogy itt a Diósd, aki a mezőny legjobb csapata, meg tudja verni a kiesők bármelyik. Hát a Budafok is győzött. Budafok is nyert, igen, úgy idegenben, úgyhogy ezt így kieső helyre pottyantunk. Mi voltunk a legjobb pozícióban ezelőtt egy fordulóval, utolsó forduló előtt, és sikerült magunkat lerombolni. Egy ilyen bíró ítélet, ezt nem is értettem. Tehát a Pardi azért nem mint 11-est a bíró befújja, köze nincs a 11-eshez. 2-1-en megnyerjük a meccset, és mi vagyunk a bemaradók. Sajnálom nagyon, mert ez a csapat most már mindent megtett ennek érdekében, utolsó 3-4 fordulóban összeálltunk egy picit, talán az edzés munkánk is más lett, de hát ezt így nagyon szomorú vagyok, megmondom őszintén, mert nem gondoltam, hogy a legjobb pozícióban itt ki fogunk tudni esni. Kedves nézők, szép Laki Árpád urat látják a BTC vezetőjét, elnökét. Hát, kedves Árpi, nem úgy jött össze a dolog, ahogy azt elképzeltük, hiszen előmérkőzés, a régi nagyjaink remekül játszottak, egy remek bemutatót tartottak, és jött ez az NB3-as mérkőzés, az utolsó, amelyen döntetlent értünk el ugyan, de vereséggel felérő, hiszen a két ellenlábasunk győzött, és ezen megelőzött. Most hogyan tovább? Hogyan látod te az eseményeket? Komjáti Vandi, barátunk szólt nekünk már a múlt héten, hogy nem kell ilyen nagy hacacárét rendezni, mert ezek mindig rosszul sülnek el. Sajnos hinni kell az öreg bölcs legendáknak, mert nem sült el jól, ugye? De viszont ettől függetlenül, hogy a versenykiírás szerint több győzelem,
egymás eredmény, gólarány, tehát most ahogy nézzük, megvertük valamennyi riválisunkat itt az alsóházba, és mégis mi húztuk a rövidebbet, de megvárjuk még, hogy mi lesz ennek a vége. A lényeg az, hogy jelen állás szerint csapatunk egy nagyon nyögvenyelő szezon végén nem úgy teljesített, ahogy vártuk, sajnos, és hát ezt le kell vonni a konzekvenciát mind a csapatnak, mind pedig a vezetőségnek is. Na de most hogyan tovább, ugye? Mert a megye 3-ba szereplő csapatunk bajnok lett, az NB 3-ba szereplő csapatunk kiesett. Mi a további menetrend, vagy mit tudhatnánk esetleg most, vagy majd később tájékoztatni fogjuk a kedves nézőket? Nagyon nehéz kérdés, mert a megye 3-as Bicske 2 csapata a megye 2-ben szerepelhet tovább, a kiesett NB3-as csapat pedig a megye 1-be, ami azt jelenti, hogy az 2 darab ifjúsági csapat, 2 darab serdülő csapat, 2 darab U13-as csapat, tehát hadd ne soroljam, tehát jelen pillanatban egyet is nehéz összeszednünk, tehát korosztályonként egy-egy utánpótlás csapatot. Ja, erre a kérdésre most nem tudok válaszolni. Jó, esetleg egy utolsó szakmai kérdés. Marad-e együtt a csapat, vagy vannak olyan hangok, hogy el akarnak igazolni a játékosok? Hát vannak játékosok, akik jelezték, hogy befejezik az aktív labdarúgást. Vannak olyan játékosok, akik már jelezték, hogy eligazolnak. Igazából én úgy érzem, hogy az egyesület vezetősége a maga módján mindent megtett azért, hogy a bicskei csapat jól szerepeljen. Tehát igazából az, hogy a csapat a pályán nem tudta kiharcolni azt a pozíciót, ami a biztos NB3-as tagságot jelenti, ezek után én azt hiszem, hogy ez a csapat, aki itt szerepelt az elmúlt egy évben, nem, az a baj, hogy nem tudok könnyeket hullajtani senkiért sem. Az akadémiával szerintem egész jó volt a kapcsolat, de ez még lehetne jobb is. Hogyan tovább az akadémiával, hiszen nagy segítséget nyújtottak az elmúlt években, számíthatunk-e további együttműködésükre? Nagyon nehéz kérdéseket tudsz nekem feltenni, Gyurikám, itt percről percre. Erre a kérdésre szintén nem tudok válaszolni, illetve eldől az is, hogy milyen lesz a további együttműködés a Puskás Akadémiával, és a hónap végéig az is eldől, hogy játékosok kik maradnak, kik érkeznek, illetve kik távoznak. Tehát az az igazság, hogy most jelenleg annyi kérdőjel van, hogy erre most nem lehet válaszolni. Hát csak nyitott kérdés. Az utolsó pillanatig kitartott a csapat mellett, én úgy érzem, és a végén még éreztünk egy ilyen kis csak azért is hangulatot, és köszönjük szépen a szurkolást, mint a B-középnek, mint a szurkolóknak. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert önnek és egyesületünknek. Köszönjük.